Ez a lakásvásárlatos csatornán. Szeretettel köszöntöm Önöket. Műsorunk második részében jogi tanácsokat hallhatnak majd. Az elsőben pedig mindjárt köszöntöm vendégemet, és az energiafelhasználásról beszélgetünk. Kárpáti József környezettudatos építési tanácsadó a vendégem. Szervusz, Rosszá! Szervusz, Leci, és köszöntöm a nézőket is. Energiafelhasználásról beszélgetünk, széndioxid kibocsátásról. Hogy néz ki ez most ebben a pillanatban? Ugye ez mindig sarkalatos kérdés, minden épület ingatlan használatakor, de hát leginkább mi a lakossággal szeretünk foglalkozni. Igen, hát a lakosság használja legtöbbet lakást, épületet, építményt a világon, nem csak Magyarországon. És a kifejezésekkel, hogy itt kezdem, hogy tisztázok a kifejezéseket, mindig van problémám, mert tehát korábban a passzív ház, ugye, az nem csinál semmit, aktív ház, meg nem ellentétje a passzív háznak. Most mondjuk azt, hogy CO2 mentes, de hát CO2 nem lenne, akkor nem lenne élet a Földön, hiszen az az alapja neki. Mondjuk azt, hogy karbonsemleges, de hát a növényekben, az élővilág, minden a szénre épül, mindenben karbon van. Tehát itt inkább az egyensúlyról kell beszélni, hogy a kibocsátott, meg lekötött CO2 mennyiség az hogyan viszonyul, mennyit tudunk kivonni a levegőből. Vannak kapuszámok, tehát azt mondjuk, hogy az építményeink által a primér energia 40%-át használjuk fel. Tehát ez egy bődületes nagy szám, mert az összes egyéb dolog, tehát még itt az épületeknek a legyártásáról és a belső berendezések legyártásáról nincs is szó, és akkor ott a közlekedés, mezőgazdaság, egyéb dolgok, amik szintén energiát fogyasztanak, tehát hogyha valahol tudunk tenni valamit, akkor az építőiparon belül kell tenni valamit. Ugye 8 milliárdan vagyunk a Földön, hogy ezt most hogyan tudjuk megoldani, azt szerintem még senki nem tudja. Vannak elképzelések, hogy mi mindennel kell foglalkozni. Tehát több milliárd tonna betont kellene előállítani, hogy azt a 11-12 milliárd embert, ami 2050 után fog élni a Földön, hogyha nem történik valami katasztrófa, vagy a szaporodásnak a fékezése, azok hogyan fognak lakni, milyen energiát fognak felhasználni. Ami a nagy probléma, ugye, tehát annak idején úgy éreztük, hogy korlátlanul rendelkezésünkre áll az olaj, a szén, a gáz, ezzel nincs probléma, nem is került nagyon sokba, 4 forint, 10 forint, 15 forint, ezt úgy... Hol van az már? Igen, ugyanígy ugye az üzemanyag is mennyi volt, de hogyha még az akkori kenyérárhoz hasonlítjuk, akkor is háromszor jobban drágult, mint bármilyen más termék a energia. És érdekes módon visszanéztem a dolgokat, tehát 2010 előtt is már a energia megtakarításról, a spórolásról beszéltünk. Bizony. Sőt, amikor én... És ugyanott tartunk, jó, nem ugyan, egy összen, de majdnem hát, ugyanott tartunk. Majdnem ugyanott tartunk, tehát valami fejlődés történt, mert én 84-ben építkeztem, és akkor már erről volt szó, ezért én poroton téglából építettem a házat, akkor a perlit vakolat volt, a hőszigetelt vakolat, meg a mennyezet is, meg fedgerenda, meg ilyesmi. Tehát már akkor foglalkoztunk a hőszigeteléssel, és igazából nagyon nagy dolgok nem történtek, nagyon-nagyon lassan halad előre a dolog. Mi az oka ennek egyébként? Az az oka, hogy kényelmes az emberiség, és ugye azt mondjuk, hogy legyen meleg, legyen hideg, legyen fény, és kibírjuk ezt fizetni. Meg sokszor azt mondjuk, hogy hát ha spórolnánk, hőszigetelésre, ablakcserével, kazánnal, tehát rengeteg minden variáció van, akkor megvonunk magunktól valamit. Tehát lejjebb kell tekerni a termosztátot, lejjebb kell kapcsolni 2-3 izzót, és akkor spórolunk. Ez egy olyan rossz érzés, ugye, hogy van pénzem, és akkor mégse tegyem meg. De ma már tudatosabb az ember, tehát ma már tudatosabban spóroz. Nagyon sokan vannak, és mérhető, hogy mennyire szaporodik ez a dolog, tehát hogyha csak a házépítés és a mi területünkön a kézházépítés területét nézzük, hogy 20 évvel ezelőtt a családi házas piac körülbelül 3%-át uralták az energiahatékony, könnyű szerkezetes épületek, és most már valahol a 15 és a 20% között. Óriási ugrás. Tehát ez egy óriási ugrás, tehát hogyha ezt számoljuk, ilyen rövid történelmi időszakban, akkor ez egy nagyon nagy előrelépés. Egy, amit nem veszünk figyelembe, hogy amit megtakarítunk energiát, CO2 kibocsátást, az is eredmény. Mert mindig csak azt számoljuk, hogy hol fog ez a napelem megtérülni nekem.
Hát számoljuk ma azt is, hogy a CO2 kibocsátás csökkentése, azzal mennyit érek el, mint egy személy a klímába, a klímavédelemre. Ennek kellene tudatosulni. Ennek kellene tudatosulni. És mindig beszélünk arról, persze a klímavédelem, meg zöld program, stb., de az ebből nehezen fogja meg, azt mondja, jó, ne írtsunk ki erdőket, oké, rendben. Igen. És ha valaki meg azt mondja, hogy írtsuk ki erdőket? Ugye az is, mert arra is szükség van. Hát ugye Magyarországon... Tehát a természetes körforgásra szükség van. Magyarországon nem az a probléma, ami Brazíliában, hogy kiírtják az erdőket sajnálatos módon, igen, és óriási problémát jelent ez a világ klímájával. Magyarországon és általában Európában kettő probléma van. Egyik az, hogy nagyon sok a túltartott erdő, tehát beérett, ki kellene vágni, nem termel már oxigént, nem növekszik a fa, lehetne helyére újat ültetni és megfelelő módon felhasználni. Tehát Magyarországon is 13 millió köbméterrel több fa nől egy évbe. Ebből körülbelül 9 milliót használunk föl, meg betegség, meg kár, meg mindenféle egyéb dolog, és nettó 3-4 millió köbméterrel van ténylegesen több minden évben a fából. Tehát igazából nincs probléma. Erdészek azt mondják, hogy fűrész által nől az erdő. A környezetvédők meg azt mondják, hogy lőjük le a kis tilfűrészsel, megy az erdő felé, meg ki fog vágni egy fát. És akkor hol az igazság? Hát emlékszem a Városliget fejlesztésénél, ugye mekkora balhék voltak, felvonultak a környezetvédők, nem akarták engedni a munkát, miközben született egy fantasztikus új fejlesztés, még ugye folyamatban van, de hát látjuk, hogy igazából nem károsodott a természet, át is lettek ültetve fák, meg újakat telepítettek. Meg ott a Néprajzi Múzeumnak a teteje, hogy az be van ültetve, tehát gyakorlatilag a földből nem vettünk el, sőt, az a terület a felvonulási tér volt, ugye, tehát ez beton volt, és most növény van rajta, tehát ezeket a gondolkodásokat kellene előtérbe helyezni. És a hatékonyságnál én azt mondom, ha azt mondjuk, hogy legyek hatékony, akkor ugye a normálizzót kicseréltük LED fényforrásra. Uh-huh. A fűtésnél megújuló energiaforrást használunk, meg felületfűtést, tehát sokkal kisebb energiával fűtök. Tehát mi korábban rövid nadrágban hideg sört tudtam inni, a spórolásnál ezt nem tudom megtenni, mert lejjebb veszem a termosztátot, meg egyéb dolgot. De ha azt mondom, hogy sokkal kevesebb energiával elérem ugyanazt a hőmérsékletű sört, meg ugyanazt a hőmérsékletű légkört, akkor igazából tettem a klímavédelem érdekébe. Nyilván most, ha hirtelen leszigeteljük a házakat, meg hatékonyá tesszük, ez az esős időszak nem fog egyik percről másikra. Tehát itt sajnos történelmi léptékekbe kell gondolkozni, viszont el kell kezdeni. Tehát, hogyha a gazdaság arra képes volt, hogy háborúk esetén hónapok alatt átálljon háborús üzemmódra, és háborús üzemmód után pedig át tudott állni normál üzemmódra, akkor ezt most is meg lehetne tenni. És ami nekem még a nagy problémám, a környezettudatos tanácsadás. Tehát van megfelelő mennyiségű olyan anyag, ami a CO2-t leköti a levegőből. És ez nem csak a fa, hanem ott van a kender, ott van a szalma, ami nagyon nagy mennyiségű CO2-t tud lekötni, és beépítjük az épületbe, tehát beépített CO2-ről beszélünk. És ott a fa együttesen is több száz évre bezártuk. Ebbe kellene gondolkozni, de nálunk az ingatlan fejlesztők sem gondolkoznak abban, hogy ilyen épületeket építsenek, miközben szomszédban már 100 lakásos társasházak épülnek természetes alapú építőanyagokból, toronyházak épülnek, Bécsben ott van a hohóház, nálunk pedig még üvegpalotát építünk. Miért? Az üveg, jó, hogy mondtad, mert ez óriási divat lett az utóbbi időben, az üvegpalota, ugye, minden üvegből van gyakorlatilag. Ezt hogy lehetne helyettesíteni esetleg a te általad említett anyagokkal? Vagy ennek a kombinációját létrehozni? Tehát egyrészt kombinációja, tehát Németországban is először hibrid épületek készültek, tehát megvolt a beton vászerkezet, de kitöltés, burkoló és egyéb anyagok lettek természetes anyagok, de ma már a torony, tehát 24 emeletes ház felépítése 100%-ban fából, lépcsőház, egyedül a lépcső felülete, ami beton vagy fémszerkezet, de a liftnek a háza is, a lifthok is, az is fából készül. Az egyik cégnek van egy bemutatója, 8 emeletes épület, 3600 négyzetméter. Az energia költsége éves szinten 80 euró, nem hónap, éves szinten. És egy nagyon érdekes technológiát használ, amit sok helyen használnak Európában, Magyarországon még nem tudok róla, a fázisváltás.
itt történetesen víz van ennél az épületnél, 675 köbméteres víztartály van a föld alatt, és ezt nyáron felmelegszik ez a víz, tehát az épületben lévő meleget eltemetik a vízbe, ugye, hőszivattyú formájába, télen pedig felmelegítik. Tehát a felmelegedett víz, ami nyáron felmelegedett, azzal fűtik a házat, az épületet. És ugye, amíg 0 fok környékén van a víz, addig nyomhatod bele az energiát, meg vonhatod ki az energiát, még teljes mértékben át nem fagyott, vagy teljes mértékben meg nem olvadt, addig 0 fokos marad. Nagyon sok energia van ott. Erről beszélgetünk, elmondom az építőanyagokat építészeknek, beruházóknak. Tényleg, igen, ismerjük, hallottuk, sőt, van, aki járt ilyen épületben Nyugat-Európában. Na akkor építsünk ilyet, majd, ha kötelező lesz. Tehát ez az egyik nagy probléma. Jóska, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Sok minden tanulságosat hallhattunk tőled. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, folytatjuk még. Jó? Köszönöm. Köszönöm, minden jót. Tartsanak velünk a továbbiakban is, jogi perceink következnek, méghozzá egy korábbi műsorból ismétlünk meg bizonyos részeket, amik nagyon izgalmasak voltak. Dr. Becker Tibor ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettes a vendégem. Szervusz Tibor! Szervusz Laci, köszönöm a meghívást! Mai műsorunkban a szerződésekről beszélgetünk, az ingatlanadásvételi szerződésekről. Erről mindig érdemes egyébként időről időre visszatérni rá, egyrészt mert változások is vannak, másrészt meg azért új nézőink is vannak, tehát soha nem árt ismételni dolgokat. Nézzük az alapokat, jó? Mi kell tartalmaznia az ingatlanadásvételi szerződésnek? Mik a legfőbb elemek? Amit ügyvéd készít, ugye ezt tegyük hozzá gyorsan. Így van, tehát az nagyon fontos, és akkor kezdjük is ezzel, hogy az ingatlan adásvételi szerződés ingatlan nyilvántartási bejegyzésének kelléke az, hogy azt ügyvéd vagy közjegyző elejegyezze, és akkor nem megbántva itt a közjegyző kollégákat, de azért az ingatlan nyilvántartási bejegyzések alapjául szolgáló adásvételi szerződések zömét, azokat ügyvédek készítik, és ügyvédek ellenjegyzik. Mert az is nagyon fontos, hogy az ügyvéd csak és kizárólag olyan adásvételi szerződést ellenjegyezhet, amelyet ő készít. Tehát természetesen az ellenjegyzés az feltételezi azt is, hogy azt a szerződést az ügyvéd készítette. Szintén még előre bocsátva, nagyon fontos, hogy megfelelő szakértő ügyvédet találjunk, tehát hangsúlyozni kell, hogy nem az ingatlan közvetítő az, aki a szerződést előkészíti. Tehát amikor joghatás kiváltására alkalmas szerződés készül, akár előszerződés, ott már mindenképpen szükséges az ügyvéd közreműködése. Sőt, még előrébb mennék, tehát még az adásvételi szerződés megkötését megelőzően akkor, amikor egy vevő keresi az ingatlant, vagy az eladó keresi a vevőjét, már érdemes konzultálni ügyvéddel, hiszen rengeteg olyan kérdés merülhet fel egy adásvételi szerződés kapcsán, amihez már jogi szakértelem szükséges. És akkor kezdjük ott, hogy mi az az adásvételi szerződés. Adásvételi szerződés az egy tulajdon átruházásra irányuló szerződés, a fő célja tehát az, hogy az ingatlan tulajdonjoga átruházásra kerüljön. Az eladó az, aki az ingatlan tulajdonjogát átruházza, a vevő, aki szándéka szerint azt megszerzi, és vételárat fizet ezért. És akkor itt tartunk, hogy tudjuk már az adásvételi szerződésben a felek fő kötelezettségeit, tehát az eladó köteles az ingatlan tulajdonjogának a tehermentes, hogyha ez a megegyezés, de főszabályként természetesen a terhektől mentes átruházására, ugye abból a célból, hogy a vevő ezt tehermentesen megszerezze, a vevő pedig köteles a vételár kifizetésére, hiszen a vevő azért adja el, hogy az ingatlan tulajdonjogának az átruházása fejében a vételárhoz hozzájusson. Tehát ezek a fő jogok és kötelezettségek a szerződésben, és emellett egyébként számtalan mellékkötelezettség van, amelyet a feleknek teljesíteniük kell. Hát ez egy sablon gyakorlatilag, általában amit az ügyvédek elővesznek, de ez mindig a speciálisan az adott ingatlanra vonatkozóan kiegészül. Hát ez ellené mindig ellenkeznék. Látom az arcodat. Igen. Tehát sajnos, de jó is, hogy ezt a sablon kifejezést ezt előhoztad, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy az ingatlan adásvételi szerződés az igazából abból áll, hogy van egy sablon, és a felek nevét és az ingatlan helyrezési számát az ügyvéd áttírja. Tehát egy ingatlan adásvételi ügylet ennél lényegesen több. Tehát, ez is kérdezte, hogy akkor beszéljünk erről. Igen,
Természetesen nagyon sok általános van egy ügyletben, viszont legalább annyi egyedi. És nagyon fontos az, hogy se az ügyvéd, se a felek ne kezeljék ezt sablonként és futószallagon, hiszen minden egyes ügynek megvan a maga egyedisége, és az adásvételi ügylet mögött ott húzódik az ügyvédnek a felelőssége. Hiszen az ügyvéd... És egyre nagyobb a felelősség. És egyre nagyobb. A biztosítása is egyre nagyobb. Így van. A felelősség, ugye ez anyagi felelősség elsősorban, tehát minél nagyobb az ingatlan ügyletnek az értéke, annál nagyobb az ügyvéd felelőssége is. Hiszen az ellenjegyzés az nem jelent egyebet, mint felelősségvállalást. Tehát akkor, amikor mondjuk valaki ellenjegyez, mert nem csak ügyvéd ellenjegyez, tehát mondjuk van egy miniszteri ellenjegyzése, például egy köztársasági elnöki döntésnek, ott a miniszter átvállalja a felelősséget. Na most ez az adásvétel ügylet esetében, vagy egy ügyvédi ellenjegyzés esetében általában azt jelenti, hogy a jogi felelősséget átvállalja az ügyvéd, tehát azért való felelősséget, hogy a szerződés ki tudja váltani a célzott joghatást. És ugye ezzel kezdtem az elején, a célzott joghatás egy adásvételi szerződés esetében az, hogy a vevő megszerezze a termentes tulajdont, tehát az ügyvéd felel azért, hogy a vevő ezt a joghatást elérje, illetőleg a szerződést, ezt a joghatást a vevő, illetve az eladó érdekébe kiváltsa. A szerződéseknek ugye egyik része, és nem lényegtelen része, a foglaló vagy előleg. Erről azért érdemes külön beszélni két mondatot, mert sokan még mindig keverik. Mi a foglaló, mi az előleg? Foglaló, ha egy rövid definíciót mondanék, ugye a foglaló az az összeg, amelyet a szerződés kötéskor a szerződés megerősítésére adnak át, adásvétel ügyletnél a vevő az eladó részére, és abban az esetben, hogyha bármelyik fél neki felróhatóan nem teljesít, abban az esetben a kapott foglalót az kétszeres összegben kell visszafizetni, az adott foglalót pedig elveszíti az azt adó fél, jelen esetben ugye a vevő. Az előlegnél meg ugye az előleg, más a helyzet? Előleg más, előleg esetében más, hiszen ott, hogyha eredeti állapotot kell helyreállítani, szerződés bármely jogból megszűnik, akkor az eredeti állapot helyreállítása azt jelenti, hogy a kapott előleget vissza kell fizetni. Na most ugye ezeket a fogalmakat azért lehetne cizellálni, mert azért nagyon fontos az, hogy a foglaló az nem minden esetben minősül foglalónak, és nagyon fontos, hogy írásban lehet csak kikötni, tehát ugye ez is egy lényeges, akkor, amikor az ügyvéd szerkeszti a szerződést, nagyon fontos ennek a rögzítése, illetőleg az is fontos, hogy szükséges ehhez a vevőnek a mondjuk vevőnek vagy eladónak a felróhatósága. Tehát nem egy objektív szankciója vagy megerősítése inkább a szerződésnek, hanem olyanokból, amelyért a fél felelős. Tehát ez nagyon fontos, a felelősség, abban az esetben állnak csak be a foglaló jogkövetkezményei. És akkor itt még számtalan dolgot említhetnénk, a foglaló mértékét, a túlzott mértékű foglalót, annak a bíróság általi mérséklését. Általában 10% szokott lenni. Igen. Lehet ennél egy kicsit több, lehet ennél egy kicsit kevesebb. Egyébként itt is minden esetben az adott ügyben egyedi mérlegeléssel lehet eldönteni azt, hogy egy foglaló az túlzott mértékű vagy sem. Lehet egy 30%-os foglaló. De megállapodás kérdése. Alapvetően megállapodás kérdése. Így van. Általában a foglalónak azért az az előnye, hogy jobban köti a vevőt is, meg az eladót is, mint az előleg, ugye. Így van. Könnyebb, lazább. Hiszen a foglaló az jogilag egy szerződést biztosító mellékkötelezettség. Tehát az fontos, hogy foglalót azért kötünk ki, hogy a felek szerződésszerűen teljesítsenek. Viszont, és itt van még egy fogalom, amivel összeszokták keverni a foglalót, az a bánatpénz. Egészen más. Mert hogy gyakran előfordul az is, hogy egyik vagy másik fél, tehát jellemző mondjuk a vevő azt mondja, hogy kifizettem a foglalót, akkor én el is engedem, tudomásul veszem, hogy elbuktam, és akkor innentől engem ez az ügylet nem érdekel. Nem így van. Tehát a bánatpénz az, amit arra kötnek ki, hogy az elállási jogát az adott fél tudja gyakorolni.
Ha foglalót kötünk ki, és a másik fél jelenségben az eladó azt mondja, hogy nem, kedves vevőm, én nem a foglaló jogkövetkezményt akarom alkalmazni, hanem továbbra is követelem azt, hogy a vételárat megfizesd, akár beperli az eladó a vevőt arra, hogy a vételárat vagy annak fennmaradó részét fizesse meg. Ezt megteheti, és célhoz is ér a bíróság előtt, hiszen a foglaló az nem bánatpénz. Az a szerződést megerősíti, és nem gyengíti, mint mondjuk a bánatpénz. Ezt gyakran belefoglalják, mert nem találkozni ezzel minden szerződésben. Ez gondolom ügyvédi javaslatra kerülhet igen, általában. Az nem jellemző, hogy a bánatpénz és a foglaló közötti különbséget azt a szerződésben magyarázzák. Az tipikus viszont, hogy a foglaló jogkövetkezményeit tartalmazza a szerződés, de van még egy nagyon fontos okirat egyébként, amit az ügyvéd akkor, amikor egy okiratot szerkeszt, azt felszokott venni, és szintén aláíratja a felekkel, ez pedig a tényvázlat. Ügyvédi megbízáskor az ügyvéd tényvázlatot vesz fel, és a tényvázlatnak az a lényege, hogy tájékoztatja a feleket jogaikról és kötelezettségeikről, így például akár a foglaló jogintézményéről és a foglaló jogkövetkezményének az alkalmazásáról, és ebben az esetben ezt érdemes az ügyvédnek rögzíteni, hogy ez a tájékoztatás megtörtént, és ezt a felek tudomásul vették. Beszéljük egy picit még arról, hogy melyek a legtipikusabb, leggyakrabban előforduló szerződés szegési pontok. Akkor, amikor, és a legfájóbb az, amikor az eladó nem tudja termentesíteni az ingatlant. A másik oldalon, és csak felsorolásszerűen mondom, a másik oldalon, a vevői oldalon természetesen az eladók legnagyobb félelme az, hogy a vevő nem fizet, vagy nem időben fizet. Nem jön meg a hitelkérelem esetleg? Mondjuk például nem jön össze a hitel, tehát ez is egy tipikus... Ilyenkor például mi van? Ez nagyon érdekes, hogy oké, megállapodok abban, hogy 3 hónapon belül leteszi a pénzt, mondjuk, de abban is megállapodok, hogy hitelből fog fizetni. Ott a foglalója. A bank nem bírálta el. Tehát nem a vevőnek a hibájából nem fizet. Ilyenkor mi van? Ez egy azért nagyon jó kérdés, mert rávilágít arra a jogintézményre, amiről előbb beszéltünk, a foglaló. Tehát volt egy nagyon fontos fordulat a foglaló fogalmánál, olyanokból, amelyért a fél felelős. Tehát jelen esetben a vevő olyanokból, amelyért felelős, nem teljesít, elbukja a foglalót. Na most, megint csak az a lényeg, hogy az adott esetet kell vizsgálni, tehát az adott esetben azt kell vizsgálni, hogy a vevő felelőse azért, hogy nem tudott fizetni. Magyarán mindent megtett a banknál. Ez pontosan. És igazolni tudja, hogy beadta időben, csak a bank éppen nem bírálta el. És előzetesen felmérte. A vevőt én mondjuk úgy képzelem el, hogy előzetes hitelelbírálás során a hitelre alkalmasnak találták, tehát minden olyan körülmény együtt volt, hogy a vevő az összes információ alapján ezt a kötelmet bevállalta, ennek ellenére bármilyen okból, de tőle független okból nem kapta meg a hitelt, és így nem tud teljesíteni. Na ilyenkor mi történik a foglalóval? Az én jogi álláspontom szerint a foglaló ebben az esetben visszajár, természetesen egyszeresen. Mert hogy benne van, ugye az a kitétel, amit előbb említette, hogy mindent megtett. Tehát így van, járt így el. Van, így van. Az eredeti állapotot kell helyreállítani, természetesen ehhez egy megszüntetés kell, vagy a felek közösen megszüntetik, tehát felbontják a szerződést pontosabban, a megkötésére visszamenőleges hatállyal megszüntetik, vagy egyik vagy másik fél eláll a szerződéstől, hiszen nem történt meg a teljesítés. Tibor, igen? Még egy nagyon fontos, igen? Mert azt még ebben az adásban szeretném elmondani, hogy 2024. július 29-ével vannak az ingatlan ügyleteket érintő lényeges jogszabályváltozások. Hát ez a lényeges, ez a zsebünknek, a felek zsebének lényeges változások, ugyanis ingatlan nyilvántartási szolgáltatási díjak mértékei változnak. Az általános eljárási díj 6600 forintról 10600 forintra változik. Nem cseki. És hogyha tulajdonlapot szeretnénk kiváltani, mert természetesen erre szükség van, jogi képviselők és ügyvédek is, amikor közül működnek, természetesen enélkül nem is léphetnek be, nem is támogathatják az ügyleteket. Amikor lekérjük a tulajdonlapot, azt, ha elektronikusan tesszük, eddig 3000 forint megfizetése fejében tehettük, most ez 4800 forint, a papíralapú pedig 10000 forint. Tehát néhány ezer forint, de tudni kell azt, hogy
ez a változás most bekövetkezett. Minden fillért számít, azt gondolom, egy lakásadás vételen, de Tibor, nagyon szépen köszönöm a nagyon szívesen. Izgalmas, tartalmas beszélgetést. Köszönöm szépen. Önöknek köszönöm a figyelmet, lakásvásárra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Hatós csatornán, addig is a viszontlátásra. Minden jót!